Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Tudástér című műsorát látják. A magyarországi foglalkoztatottak száma 4,5 millió, közülük több mint 150 ezeren megváltozott munkaképességűek. Egy munkaerőpiaci szolgáltató cég adatbázisába 2021 első negyedévében 2,5-szer annyi álláskereső regisztrált, mint tavaly ilyenkor, és a sikeres elhelyezkedések száma is megduplázódott. Magyarországon mintegy 8500 olyan 25 fő feletti cég működik, amelyek a megváltozott munkaképességűek közül alkalmaznak munkavállalókat. Közéjük tartozik a Pécsi Tudományegyetem is, mely az országban elsőként hozott létre fogyatékkal élő hallgatói és oktatói életvitelének megkönnyítésére támogató szolgálatot. Vendégem Magdali Csaba, irodavezető, karokért felelős fogyatékos ügyi koordinátor. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a nézőket is. Én pedig köszönöm, hogy eljött. Csaba, kezdjük azzal, hogy egy nagyon különleges és fontos cím birtokosa lett a közelmúltban a Pécsi Tudományegyetem. Fogyatékos barát munkahely elismerést kapott. Ez egy országos kitüntetés, néhány munkáltató kapta meg, az egyik volt a Pécsi Egyetem. Így van, Pécsi Tudományegyetem a térségnek az egyik legnagyobb foglalkoztatója, és így megváltozott munkaképességűeket is szívesen foglalkoztat az egyetem. Közel 200 ilyen munkatárs van, megváltozott munkaképességű. Ugye ők nem csak fogyatékossággal élnek, hanem ők még reintegrálhatók a munkaerőpiacra sokan ezek közül. És hát ahogy elhangzott a felvezetőben, valóban hallgatókkal is foglalkozunk, és az oktatókat egy kicsit kitágítanám a munkatársi körre. Ugyanis a megváltozott munkaképességű dolgozóknak jelentős része nem oktató, hanem az egyetem minden egyéb munkatársa. Sok helyen dolgoznak akár a botanikus kertben, akár a portaszolgálatnál, akár itt-ott az egyetem más-más területein különféle megváltozott munkaképességű kollégáink vannak. Nem mindenki szorul rá a támogató szolgáltatásra, hanem ezek közül néhányan veszik csak igénybe, akik súlyosabb fogyatékossággal élnek. Milyen arányban vannak a hallgatók között a megváltozott, vagy a fogyatékkal élők? Közel 300 megváltozott, fogyatékossággal élő hallgató van a Pécsi Tudományegyetemen. Ez így a felsőoktatási törvény szerinti fogyatékosságot jelenti, ami így talán egy kicsit kiterjesztettebb értelemben kell venni a fogyatékosságot, hiszen a hagyományos fogyatékossággal élők mellett, tehát a mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérültek mellett, még itt vannak a tanulási részképességzavarosok, ilyenek a diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások. Tehát ők is ide tartoznak. Ők is ide tartoznak, igen, a köznevelés, ugye a sajátos nevelési igényűeknek nevezi őket, felsőoktatás fogyatékossággal élő hallgatóknak hívja őket. Ugyanakkor az autizmussal élők és néhány ADHD-s hallgatónk is van, akikről tudunk. Tehát ez a 300, közel 300 főnek körülbelül a kétharmada a díszes hallgató, és az egyharmada az, aki a hagyományos értelemben vett fogyatékossággal él. A Pécsi Egyetem nagyon régóta, több mint 20 éve foglalkozik kiemelt figyelemmel a fogyatékkal élőkkel. Ugye akár a munkavállalókról beszélünk, akár a hallgatókról beszélünk, és az ön által előbb említett támogatói szolgálatot rá néhány évre hozták létre, az igény szülte meg, hogy méltó módon tudjanak életteret biztosítani az érintettek számára. Így van. Mi most a BTK TTK épületében vagyunk, körülbelül 8-10 éve egy nagyon szép helyen kap a támogató szolgálat elhelyezést. Ide akadálymentes útvonalon juthatnak be a hallgatóink, egy akadálymentes mikrobusszal állunk a rendelkezésükre, tehát úgy tudjuk behozni őket az egyetemre, hogy az egyetemnek ezen épületébe, hogy a lehető legkisebb akadályja találkoznak szembe, és az egyetem épülete is elég akadálymentes, ez a bizonyos BTK-TTK épület. Ez egyébként általában elmondható az egyetem többi épületéről is, néhány épület van az, amely sajnos nehezebb
megközelíthetőséggel rendelkezik ilyen szempontból. Körülbelül 100 ellátott van a támogató szolgálati körében, ezeknek is egy jelentős része eltanulási részképességzavaros, és másrészt a korábban említett egyéb fogyatékossággal élők, és a célkitűzésünk pedig az, hogy mindenkinek a maga igényei szerinti segítséget adjuk meg, hogy áthidaljuk a nehézségeit, és onnantól kezdve, ha lehet, teljes értékű hallgatóként éljen az egyetemen. Milyen igényekkel keresik meg önöket? Mire van szükségük? A közlekedés most itt kiemelte, ezen túl mi? Így van, a közlekedés mellett. Ugye a közlekedést azért forszíroznám egy kicsit, mert hogy egyrészt a szállítás tartozik ide, másrészt meg a kísérés. Igen, a kísérést azért emelném ki, hiszen a látássérült hallgatók, az orientációja különösen az első időszakban némi támogatást igényel. Nagyon bátorítjuk a hallgatókat is, nagyon is látunk jó példákat arra nézve, hogy a hallgatóink megtanulnak útvonalakat, tehát az elején nyilván segítségre van szükségük. Ilyen orientációt nem csak látássérültek igényelnek, hanem autizmussal élők is, illetve akár a kerekesszékkel élők is, hogy azokat az útvonalakat mutassuk meg számukra, melyeken akadálymentesen el tudnak jutni azokhoz a termekhez, vagy egyéb helyekre, ahol ők el szeretnének jutni. Útvonal betanítással mi nem foglalkozunk, ahhoz nem is értünk, de nagyon jó együttműködésünk van a Pécsi Kilátás Alapítvánnyal, akik ebben ezen a területen nagyon jók, és oda irányítjuk a hallgatókat, hallgatóinkat tanulnak meg útvonalakat, tőlük mi rásegítünk, és a kísérésben pedig aktívan részt veszünk, amíg szükség van rá, hiszen azért a hallgatóknak a szociális kompetenciája fejlődik, az ismereteik fejlődnek, és nagyon sokszor a hallgatótársak közreműködnek ebben. Mindig hálásan látjuk, amikor a hallgatótársakkal érkeznek vissza a támogató szolgálathoz, vagy látjuk őket kísérni. És ez szerintem egy nagyon, nagyon kedvező irány, hogy a hallgatók saját jó szándékukból és saját belső akaratukból részt vesznek ebben a... Tehát automatikusan szerveződik akkor így az élet, ugye? Hol automatikusan, hol nem. Automatikusan van, hogy az oktatók közreműködésével, jótékony közreműködésével kapnak a hallgatóink segítséget, így az oktatók mondják, hogy nekünk nem is kell menni, mert ők ezt elrendezik, de van, ahol tényleg nem kell ilyen hozzájárulás, hanem a hallgatók saját maguktól kezdeményezik ezt. Most említette az előbb ezt a szervezetet, akik partnerségben vannak önökkel, és bizonyos részfeladatokat ők ellátnak, de nyilván számos olyan hétköznapi tevékenység van, amit a 100, ugye 100 embert említett, akivel kapcsolatban vannak, hogy igénybe veszik az önök munkáját. Tehát ez nagyon sok erőforrást igényel, ez nagyon sok aktivitást igényel. Hányan vannak, és hogy tudják ezt ellátni, milyen kapacitásból? 8 fő van a támogató szolgálatnál, gépkocsi vezetők, személyi segítők és egyéb munkatársak. Egy kollégám kivételével mindenki diplomás munkatárs. Ebben is talán eltérünk általában a támogató szolgálatoktól, hiszen itt nyilván diplomás hallgatóknak egy egyetemi környezetben kell szolgáltatást nyújtani, ami azt is jelenti, hogy akár dolgozatoknak a helyesírását kell áttekintsük. Tehát, hogy ugyan támogató szolgálatnak neveznek bennünket, de lényegesen eltér a tevékenységünk más támogató szolgálatoktól. Pont ez miatt, hiszen a tanulási szupportot is kell adjunk a kollégáknak. Gyógypedagógusunk van, aki a tanulási részképességzavarosok, ADHD-sokat segíti, elsősorban gyógypedagógiai fejlesztéssel. Mentálhigiénében járatos, feketeöves kollégánk van, aki minden ilyen ügyekben tud a hallgatóink segítségére lenni. Nagyon tapasztalt adminisztratív kollégám van, aki aztán nagyon kenivágja a pályázatokat, a kollégiumi jelentkezéseket, és minden az egyetemisták számára nagyon fontos és lényeges határidőket. Ő készíti elő egyébként a tananyagokat, amiket adaptálnunk kell látássérültek vagy egyéb fogyatékossággal élők számára. Van kollégánk, aki tanulásmódszertanban segíti a hallgatóinkat, és van olyan kollégánk, aki maga is mozgáskorlátozott, rendkívül széles kapcsolatrendszerrel bír a pécsi, baranyai és akár az országos sorstársi szervezetekkel, velük az együttműködést szervezi, így vannak nagyon jó közös programjaink ezekkel a szervezetekkel. Tehát a sorstárs együttműködés is egy fontos pillére ennek a működésnek. Igen.
olyannyira, hogy közös kurzusunk van a kolléganőm kezdeményezésére, és Koller Inez tanárnőnek a bevonásával, a Társadalmi Befogadás Szakkollégiummal közösen megy egy nagyon jó kurzus, amelyben részt vesz az összes osztási szervezet. Gyakorlatot is szereznek itt az hallgatók, és itt nem kizárólag a fogyatékossággal élő hallgatók, hanem minden, bármilyen hallgató részt vett ebben a kurzusban, és elmennek ezekhez a szervezetekhez, és ott egy kis gyakorlatot szereznek. Igen. Amikor említette a társadalmi befogadást, mert korábban említette, hogy van, hogy az élet szerveződik, a sérültséggel élő fiatalok, hallgatók körül van, hogy nem. Szóval, hogy az önök célja mennyiben az is, hogy segítsék ezt a folyamatot, az integrációt, az a társadalmi beilleszkedési folyamatot. Tudnak erre hatni? Kifejezetten célunk. Én azt gondolom, hogy az egyetem talán az egyik legjobb környezet arra, hogy szemléletet formáljunk ilyen tekintetben. Hogyha így belegondolunk, hogy a jövő pedagógusai, jogászai, építészei, informatikusai, és itt sorolhatnám, orvosai, itt képződnek, és hogyha itt találkoznak fogyatékossággal élő egyetemi társaikkal, hallgatótársaikkal, megismerik őket, megismerik a problémáikat, akkor ezzel az érzékenységgel fognak már kimenni a társadalomba, és a jövő értelmiségeiként fogják tudni a környezetüket befolyásolni. Tehát tulajdonképpen zajlik itt egy tudatos érzékenyítés, ha jól értem önt. Azon igen, túl, hogy tudatos segítenek. Programozott, tehát igyekszünk valóban lehető legtöbb felé kommunikálni egyrészt a szolgáltatás elérhetőségét, hiszen vannak olyan hallgatók is, akik úgy érkeznek a felsőoktatásba, hogy bizony érintettek, de esetleg korábbi rossz tapasztalataik miatt nem akarják felfedni a nehézségeiket, nem akarnak ezzel foglalkozni. Tehát ezért is kell egyrészt kommunikálnunk, másrészt pedig tényleg a szemléletváltás céljából. És akkor kurzusokon, vásárokon jelenünk meg, gólyatáborokban járunk, van, hol csak beszélünk a tevékenységünkről, van, ahol érzékenyítő eszközökkel megyünk, és játékot kezdeményezünk, a hallgatóknak saját élményt biztosítunk arra, hogy kicsit betekintést nyerjenek egy fogyatékossággal élőnek az életébe. Kicsit megérezzék, hogy azt, hogy a kerekesszék, az milyen környezetben, hogy működik, vagy hogy látássérültként, hogy lehet tájékozódni fehérbottal, milyen segítséget nyújt egy fehérbot. Ezek mind-mind beljebb viszik az embert tapasztalat szintjén egy-egy ilyen fogyatékossági élethelyzetbe. Rögtön más szemüveggel látják ezt az életet, és azt hiszem, hogy egy beszélgetéssel, egy fogyatékossággal élővel való beszélgetéssel valódi képet kapnak a hallgatóinkról. Így azt gondolom, hogy a félelmeiket tudjuk csökkenteni azzal, hogy ha egy környezetbe, akár egy liftbe kerülnek, vagy egy olyan társadalmi térbe kerülnek, ahol vagy kezdeményezi, vagy éppen eltávolítja egymástól az embereket, akkor könnyebben, hogyha rászorultság van, akkor könnyebben meg tudják tenni a lépést. A gólyatáborokban mindig kiállok, és el szoktam mondani, hogy legyenek a társaink, a hallgatók, hogy mi 8-an vagyunk, de nem mindenütt vagyunk ott. És hát ugye nem csak az egyetemen lehet találkozni ilyen kihívással. Hogyha úgy látják, hogy egy láthatóan sérült ember segítségre szorul, akkor lépjenek hozzá bátran, és az első mindig az legyen, hogy kérdezzék meg, hogy segíthetnek-e. Akarják egyébként az a tapasztalat a fogyatékkal élők, fogyatékossággal élők, hogy segítséget kapjanak, segítséget nyújtsanak nekik? Akarják, hogy speciális szemüveggel nézzenek rájuk? Akarják, hogy belelássanak és beleérezzenek az ő világba? Fontos ez számukra? Mi az ön tapasztalata? Hogy azt mindenképpen akarják, hogy megértsék a helyzetet, amiben vannak. És azért is kezdtem azzal, és azért is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb és az első kérdés, hogyha udvariasan megkérdezzük, hogy rászorul a segítségre, akkor ez egyértelmű helyzetet teremt. A rászoruló vagy nem rászoruló, az alany meg tudja mondani, hogy rászorul vagy nem szorul rá. És amennyiben igen, akkor a következő kérdés meg legyen az, hogy miben és hogyan tudok segíteni. És akkor hát a kommunikációval haladunk előre, és a helyzeteket ezen keresztül tudjuk leginkább megoldani.
hogy ne legyen az a helyzet, hogy nem akarok átmenni az úton, ez az iskola példa, hogy nem akarok, hogy átkísérjenek az ebrán, de átkísérnek az ebrán, aztán utána nem tudom, hogy hol vagyok. Ugye te érdekes dolgot mondott az előbb, itt segíteni a félelmek leküzdésében, hogy aztán megindulhasson a kommunikáció. Tehát idáig kell visszamenni, ugye? Igen. Hát az ismeretlen az mindig egy kicsit félelmetes, azt gondolom. És mivel hogy azért a populációban elég kis számú, az a fogyatékossági réteg, akit általában fogyatékosnak nevezünk, ezért keveset találkozunk, még az én gyerekeim is mindig rácsodálkoznak helyzetekre. Sőt, hát én magam is van, hogy rácsodálkozom helyzetekre, amikor az utcán járok, kellek, és látok valakit, meg szoktam nézni egy kicsit szakértői szemmel, egy kicsit pedig magánember szemmel a helyzeteket, hogy van-e feladatom, vagy milyen tapasztalatokat tudok összegyűjteni egy ilyen helyzetben. Azt olvastam, hogy önkéntes külföldi hallgatókat is bevonnak a munkába. Igen. A hallgatót venném csak ki ebből a fél mondatból. Igen. Önkéntes külföldieket várunk, fiatalokat. Az Európai Bizottságnak van egy, az Erasmus programon belül egy speciális programja. Ez kifejezetten fiatalokat céloz, nem hallgatókat. 18 és 30 év közötti fiatalok a célcsoport. És hát elsősorban Európán belül, de Európa szomszédságából is érkeznek, sőt, hát a világ más országaiból is érkezhetnek önkéntesek valamely európai országba. És hát ez egy régi program, amióta, hát kb. 8 éve a támogató szolgálat is fogad önkéntest. Most sajnos a Covid időszaka miatt nem fogadtunk önkéntest, és most szeptembertől sem érkezik még, úgyhogy kicsit hiányérzetem is van, hogy ilyenkor már régen szervezni szoktuk, sőt, már várom, hogy érkezik a repülőgép, és érkezik a hallgató, illetve a fiatal a repülőtéren, és be kell vezetni a támogató szolgálat életébe. Az elmúlt években spanyol, dán, német és örmény önkéntesünk volt, spanyolból 4 is, és ezek nagyon mindig újszerű életet hoznak a támogató szolgálatba. Úgy tekintük rájuk, mint a csapatnak a tagjai. Az integrációjuk az mindig számunkra is lehetőséget ad arra, hogy újra gondoljuk a tevékenységeinket, hiszen be kell mutassuk neki, úgy kell bemutassuk a tevékenységeinket, hogy ő abban minél hamarabb aktívan részt tudjon venni. Általában alaposan igyekszünk kiválasztani az önkéntest egyre kevesebb jelentkező között, de azt gondolom, ez nem a támogató szolgálatnak szól, hanem egyszerűen az európai helyzetnek szól. És most itt a Covid-ra nem gondolok, mert ez most egy teljesen új helyzet lesz. Kíváncsian várom, hogy ez megnöveli a fiataloknak a mobilitását, vagy a mobilitási igényét, vagy sem. Ezt még nem tudjuk. De igyekszünk mindig humán szakmából választani önkéntest, vagy akinek valami tapasztalata van már fiatal emberekkel, fiataloknak szervezett tábort, bármit, ami látható aktivitás és tapasztalat. És hát azt szeretnénk elérni, hogy ő szerezzen olyan önbizalmat, hogy kezdeményezzen saját programokat abból a tapasztalatból, amivel ő már rendelkezik. Most ez nagyon érdekes, hogy ők egyfelől tanulhatnak és gyakorlatot szerezhetnek, másfelől abból adódóan, hogy egyszerűen más közegből jön, egy másfajta szemléletet is hozhat magával, és egy másfajta érzékenységgel, másfajta módszerrel, eszközzel nyúl hozzá, vagy viszonyul a témához. Csak úgy, mint mondjuk, ahogy egy sérültséggel élő embernek, ha adódik lehetőség, és kérdezem is mindjárt, hogy adódik-e arra lehetőség, hogy ő mobil legyen, hogy abban tudnak-e segíteni, hogy ő tudjon más GPS koordináták közé eljutni. Nagyon köszönöm a kérdést, mert ez az egyik legfontosabb szempontja ennek a programnak. Hogyha a hallgatóink számára az egy nagy kihívás, hogy a felsőoktatásba eljussanak, akkor szinte megléphetetlen nagyon soknak, akkor gondoljunk bele, hogy számunkra is elutazni egy idegen országba, idegen kultúrába egy még nagyobb kihívás, hát még akkor, ha valakinek egy küszöbb gondot bizony okoz, vagy hogy oda találjon valahova, az gondot okoz, vagy hogy nem látja, hogy mibe üti bele a fejét, az gondot okoz. Ezért hát sokkal kisebb lehetősége van, vagy lehetőséget lát maga előtt arra, hogy elinduljon, bátorságot kell összegyűjteni ehhez. És az elején, ahogy elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, azt láttuk, hogy nagyon nehéz mozdítani ilyen szempontból a fiatalokat, tehát az a védett környezet, amit otthon megtapasztalt, vagy mint az egyetem
egyetemen megtapasztalt, az hát, hogy mondjam, abból nehéz kilépni, és nehéz elképzelni, hogy képes leszek külföldön megbirkózni. Holott a felsőoktatás az önmagában, hogyha csak a polgárságát nézzük, az egy nemzetközi környezet. Hát nem beszélve arról, hogy vannak olyan országok Európában, ahol sokkal érzékenyebben kezelik ezt a kérdést, társadalmilag az integráció teljesen más szinten van. De valamikor meglepetést tudnak okozni ezek a környezetek, tehát olyan országból jött rossz tapasztalattal vissza egy hallgatónk, amire azt gondolnánk, hogy hát gondolkodás nélkül mennénk oda, vagy küldenénk a hallgatókat, mert hogy ott biztos a szolgáltatások olyan magas színvonalon vannak, hogy hát ott nem ez gond. Sajnos jött vissza úgy hallgatónk, hogy nem kapta meg ezeket a szolgáltatásokat, mert nem állampolgár. Mert nem állampolgár. Nem állampolgár. És akkor visszatérve a témánkra, azt gondoltuk, hogy ha nem tudnak a hallgatóink elmenni és idegen nyelvi tapasztalatot, vagy másik kultúrából tapasztalatot szerezni, akkor ide hozzuk a másik kultúrának egy képviselőjét, és akkor amint lehet, tehát hogy egyrészt öntse ránk a kultúráját, beszélgessünk és szembesítsen a saját kultúrájából következő megoldási módokkal minket, tanítson minket, mi is tanítjuk őt, vitatkozzunk jókat, tanuljunk egymástól. Én magam nagyon sokat szoktam tanulni ezektől az önkéntesektől. És akkor olyan helyzeteket is teremtünk, hogyha valakinek el kell menni bevásárolni, akkor az önkéntesre bízunk, hogy hát kénytelen kell, mi sajnos nem érünk rá, kénytelen kelletlen, neki angolul kell kommunikálni az önkéntessel, és ez hozzájárul az ő nyelvtudásukrahoz is. Láttunk olyan diszlexiás hallgatót, hogy a diszlexiásoknak az egyik legnagyobb kihívás a felsőoktatásban az idegen nyelvvizsga megszerzése. És hát valamennyi tapasztalata, tudása volt a hallgatónak, de hát ők azok, akiket fölmentünk általában a nyelvvizsga megszerzésének a kötelezettsége alól. És közösen egy testnevelés szakos hallgató, egy sportorientált önkéntessel azt a projektet találták ki, hogy ők fognak egy integrált sportprogramot tartani, de hát a nyelv az akadály. Egy darabig ott ültem és fordítottam, de hát azért nekem más dolgom is volt, és egyre inkább elmaradtam ezekről a megbeszélésekről. És a végén, miután megvalósult a program nagyon jól, nagyon sikeresen, utána ez a diszlexiás hallgatónk mondta, hogy hát ő nem gondolta volna saját magáról, hogy ennyit fog fejlődni, és hogy meg fogja tudni magát értetni, és hogy egy sikeres programot tudtak létrehozni. Tehát, hogy van lehetőség a fejlődésre, és hogy én sokkal inkább hiszek az ilyen nem formális, vagy informális jellegű tanulásban, mint a formális tanulásban. Ez most lehet, hogy egyetemi polgárként ezt nem kellett volna kimondanom, de hogy bátorítom őket, hogy minél színesebb körülmények között beszélgessenek az életükről. Hisz az élet. Hisz az élet. És ez motivációt is ad ezekre a feladatokra, meg jobban ragadt talán az ismeret. Hát és az az élet, és mert hogy az egyetem az véget ér pár év után, és akkor következnek a dilemmák és a kihívások a munkaerőpiacon. Önöknek céljuk többek között az is, hogy egyfelől a karrier tanácsadásban segítsenek, másfelől érzékenyítsék a munkáltatókat és segítsék a munka vagy pálya orientációt, azért ez is egy nagy falat. Nagy falat, de nem vagyunk ebben sem egyedül szerencsére. Némi ismerettel, tapasztalattal mi rendelkezünk, de talán most már azt kell mondanom, hogy a legfontosabb tudásunk az, hogy tudjuk, hogy kihez irányítsuk a hallgatóinkat. A Pécsi Tudományi Egyetemnek van karrierirodája, a karrierirodának kifejezetten célja az, hogy a hallgatókat felkészítse a jövőre a munkaerőpiacra. Önismerettel, karrierépítéssel, mondanám a kulcs szavaikat, de sajnos nem jutnak eszembe, de érdemes a karrierirodát mindenképpen felkeresni. Őtőlük nagy támogatást tudnak a hallgatóink is kapni, persze a speciálisabbat azt mi is hozzá tudjuk tenni, illetve van olyan partnerünk a városban, akikhez bátran küldjük a hallgatókat, sőt az egyetemen is. Az egyetemen is van egy pályázati program, amiben kifejezetten az MMK-s megváltozott munkaképességű fiatalokat segítik pályaorientációval, és olyan eszközökkel, amelyben
ki tudják próbálni a készségeket. Nagyon pontosan meg lehet határozni, hogy ki mire alkalmas. És erre nagyon komoly eszközei vannak az egyetemnek. Nagyon örülök ennek a programnak, és nagyon várom a folytatását, mert most egy pályázati program fog véget érni, de kívánom nekik és magunknak és a hallgatóinknak, hogy ez a program menjen tovább. Valamint a, hát mi úgy ismerjük, hogy TAMOP vagy EFOP 1-1-1-es program, ez is egy olyan munkaerőpiaci támogató program, ahova bátran tudjuk küldeni a hallgatóinkat, ők is mindenben segíteni fognak és igyekeznek segíteni az elhelyezkedésüket, valamint ők nagyon jó kapcsolatban vannak munkáltatókkal, már érzékeny munkáltatókkal, akik egyébként is fogadnak fogyatékossággal élőket. Tehát, hogy van ötletünk, hogy hova tudjuk küldeni a hallgatókat, valamint előfordul az is, hogy elvisszük őket országos munkaerőpiaci vásárokra. Tehát nőnek az esélyek, ön ezzel azt mondja. Hát legalábbis igyekszünk megtenni. Nem mondom, hogy könnyű dolgok van, még a diplomás fogyatékossággal élőknek sem, de azt gondolom, hogy például egy jó nyelvismerettel, és ezért is fontos az önkéntes jelenléte. Egy jó nyelvismerettel és egy jó diplomával vannak lehetőségek, illetve ahogy így haladunk előre az időben és a technika fejlődik, úgy azt gondolom, hogy egyre több lehetőség van arra, hogy adaptálni tudjanak egy munkahelyet, a munkai környezetet, illetve vannak olyan technikai eszközök, amivel egy-egy nehézség áthidalható. Most az egyetemen éppen egy nagyon súlyos fogyatékossággal élő hallgató helyezkedett el gyakorlaton. Nagyon kíváncsian várjuk majd a gyakorlatnak az eredményét. Ő egy nagyon okos fiú, de nagyon korlátozott a mozgásképessége és nagyon korlátozott a beszédképessége, úgyhogy ilyen extra kihívások vannak, de azt hiszem, hogy ő az ő hozzáállásával, illetve a befogadó környezet hozzáállásával nagyon sok mindent át lehet hidalni. Ez a legjobb végszó, amit mondhatott Magdali Csaba. Köszönöm szépen, hogy eljött és bemutatta a szolgálatot. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Jó gondolkodást kívánunk. Minden jót, viszontlátásra. Thank you.